Szóval a képen egy család látható, méghozzá egy ötfős család, a két szülő, az apuka és az anyuka, a három gyerek, ugye egy fiú és két kislány, illetve állatok is vannak, egy kiskutya bent ül a kocsiban, a hátsó ülésem, és egy nagyobb kutya van, méghozzá egy pórázon, amit a kislány, a coffos kislány fog. Mit lehet látni a képen? Ugye a család valószínűleg egy utazásra készülődik. Ugye az anyukának a kezében látható egy térkép, és az apukának a vállán ott van, valószínűleg ez egy hálózsák akar lenni. Látok két zsákot is a földön, illetve egy tetőcsomagtartót a kocsi tetejére rögzítve. Ugye? A kocsi vagy az autó az kék, illetve hogy néznek ki az emberek a képen. Először látunk egy kislányt, akinek van egy csíkos felső, fehér alapon fekete csíkokat látunk, egy lila rövidnadrág, illetve a kislány az éppen sír, hisztizik valamiért. Aztán a kutya az főleg, ez egy barna bundájú kutya, de azért egy-két helyen láthatunk fehér részeket is rajta. Illetve a kislány, hát vagy nem is kislány, ez már inkább egy tinédzser lány, szóval simán csak lány, fogja a pórázt, és rajta van, hát ez egy pulcsi akar lenni, ez egy zöld pulcsi, egy kapucnis pulcsi, rajta van egy ilyen fakó halványzöld mellény, és egy hosszú nadrág. Ugye a lány az szemüveges, vörös hajú és coppos. Igen. A fiú az szőkehajú, hát nem is tudom, milyen meglepetten néz a kislányra, nem teljesen érti, hogy miért sír a kislány. Van rajta egy, nem is tudom, hogy hívjuk ezt, flanelling, nem vagyok jó ruhákban. Ez egy fehér csíkos, kék alapon fehér csíkos ing akar lenni. Igen, és éppen az autónak az ajtajára támaszkodik, vagy az ablakon néz keresztül. Az apukát, ahogy említettem, egy hálózsákot tart a vállán, van egy napszemüveg a fejére hajtva, és van egy karórája. Az anyukának meg van egy nyaklánc a nyakában. A háttérben amúgy egy egész nagy fa látható. Valószínűleg jó árnyékot is ad, illetve láthatjuk, hogy a háznak van egy ilyen terasza, egy ilyen előrésze. Aha. Nagyon jó. Egy állatorvosi rendelőnek a várótermében vagyunk. Ugye látjuk, hogy az emberek ülnek az állataikkal, és várják, hogy az állatorvos, vagy az állatorvos asszisztense, aki szerintem ez a hölgy lesz az, szólítja be a betegeket, illetve a gazdikat, a gazdákat a beteg állataikkal. Ugye mit látunk? Az asszisztens, vagy az állatorvos, nem tudjuk melyik, szerintem inkább asszisztens, éppen két gyerekhez beszél, akik mosolyogva, jókedvűen válaszolnak neki, szóval valószínűleg annyira nem beteg az a nyúl, lehet, hogy csak egy ellenőrzésre jött, egy felülvizsgálat, vagy egy vizsgálatra, inkább csak azt mondom, hogy vizsgálatra jött. Ugye ez itt egy nyúl, vagy szoktuk nyuszinak is becézni őket. Akkor itt látunk egy szőke, coppos kislányt, akinek az ölében egy kutya van, és a kutyának a lábával valami történt, mert be van fáslizva. A lányon amúgy lila póló van, farmernadrág és egy lila cipőt hord egyébként. Aztán valószínűleg az apukáját látjuk mellette, aki ott ül mellette. Az apukáján ez valami ing akar lenni. Illetve egy ilyen, hát én nem ismerem ezeket a színeket, ez nem zöld, ez drap akar lenni. Sajnos nem vagyok jó az ilyen
mindenféle színekben. Ugye a férfiak, a nők ismernek ezerféle színt, a férfiak általában mondjuk egy hetet, aztán azzal egész jól eligazodunk. Szóval, a férfi eredetileg egy újságot olvashatott, de most a figyelmét leköti éppen a ajtóban levő történés. Aztán láthatjuk, hogy mögöttük van egy ilyen hirdető tábla, ami tele van képekkel és mindenféle hirdetésekkel, illetve az itt az állatoknak a képeivel. Ha átjövünk ide, akkor láthatjuk, hogy itt ül egy férfi, a kutyájával vár, aki éppen liheg. A férfinek úgy tűnik nincs melege, mert rajta van a kabátja, és kezében itt van a póráz, ugye. Aztán itt van egy idős néni, akinek már őszhaja van, méghozzá göndör, ha jól látom. Rövid göndör őszhaja van a néninek, és egy lila fülbevalója, és szemüveget hord. Lila kabátban van, szóval ő sem fázik. Úgy látszik, hogy ezen a részen valamiért hűvösebb van, mint ezen a részen a teremnek ezen a részén, szóval lehet, hogy itt nagyon nyomatják a légkondit ezen a részen, itt a sarokban. A sarokban látható amúgy egy növény is, a két ember között ott van. A néninek az ölében egy kalitka van, vagy egy kis ketrec. Ezt inkább kalitkának hívjuk, madár kalitkának. És a kalitkában egy fehér papagáj található. A néni mellett egy hátrafordított baseball sapkás kisgyerek ül, és olvas valamit, én azt mondanám, hogy ez egy képregény valószínűleg, és mellette valószínűleg az anyukája ül, aki mosolyog. Az anyukájának ilyen, ezt nem mondjuk rövidnek, de nem is hosszú hajú, közepesen rövid barna hajú anyukáról beszélünk itt. Előttük van egy asztal, ezt általában dohányzó asztalnak hívjuk. Igen, furcsa hangozhat. Ha ez nappali lenne, mindenképp dohányzó asztalnak hívnám. Itt az emberek nem fognak dohányozni, főleg nem a 2020-ban egy állatorvosi rendelőben, de alapjáton ez dohányzó asztalnak hívjuk, az ilyen kis nagyon alacsony, szoba közepére való asztal, amire igazából a poharadat, újságokat, egyéb dolgokat lehet tenni. Angolul azt hiszem ezt coffee table-nek hívják, ugye? A dohányzó asztalon három újságot is lehet látni, vagy ezek lehet, hogy nem is újságok, hanem katalógusok, vagy valami más az állatorvos, vagy az állatokkal kapcsolatosan. Illetve itt egy nagyon cuki kutya van, akinek a nyelve kilóg, és a mancsa itt feltette az asztalra, és nézi, hogy mi történik éppen. Valószínűleg a másik kutya keltette fel az érdeklődését. Aztán látjuk, hogy ezt az aranyos kiskutya, ez az aranyos kiskutya pórázon van, és ezt a pórázt egy szemüveges őszhajú bácsi fogja az egyik kezével, a másik kezével a macska hordozó, a másik keze a macska hordozó dobozon van, vagy a macska hordozón, igen, valahogy ezt így kéne hívni, és ott van bent egy macska vagy egy cica, aki érdeklődve nézi, hogy mi történik itt. Egész jó kedvűek itt az állatok, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor én állatorvosi rendelőben voltam, az összes kutya és macska remeg és összehúzza magát, és a gazdik lába alá megy. Szóval ez nekem egy kicsit fura, de ki tudja. Szóval, itt még látunk egy posztert, vagy egy képet, amin egy kutya van, a nyelve egy kicsit kilóg, vagy legalábbis tátva van a szája, van egy nyakörve, és a mancsa az egy csíkos labdán van. Szerintem a lényeget itt megbeszéltük. Szóval egy kertet látok, egy kerti partiba csöppentünk. Itt elég sok minden történik egyszerre. Talán azzal kezdenék, ami a lényeg. Szóval, itt az apuka sütöget, valószínűleg ő a házigazda. Ez egy kicsit fura. Ugye, ilyet szoktunk mondani, hogy Peti, nem jössz hát a hétvégén sütögetni? Kint leszünk a kertben, iszunk egy-két fröccsöt, sört, és sütögetünk. Szóval ez nem a süt igéből lett képezve, ez egy kicsit több annál. Ugye sütni, mondjuk megsütsz egy húst, vagy megsütsz egy süteményt,
De amikor sütögetsz, akkor nincs annyira célod, illetve általában ez tényleg egy ilyen kertben végzendő dolgot jelent, amikor grillezünk, sütögetünk. Mint ahogy itt is látjuk ezt az egészet, mindenféle kusokat sütöget. Valami kolbászt is látok, ha jól látom, ha minden igaz. Aztán itt valószínűleg a nagyapát látjuk, vagy legalábbis egy idős bácsit. Aki éppen kukoricát eszik, ez valószínűleg főtt kukorica, és nagyon örül neki. Mellett ott van a sóbors, Magyarországon általában mindig megsózzuk a főtt kukoricát. Nem tudom, hogy más országokban ez hogy van. És egy kutya érdeklődve lesi, vagy figyeli a bácsit, hát ha leesik neki egy falat. Ez amúgy megszokott, szerintem a világ minden táján a kutyák így viselkednek. Itt látunk egy napernyőt, amin elég sok szín megtalálható, és pöttyök is vannak rajta. Aztán jön egy hölgy, vagy egy, hát jön egy nő, vagy egy hölgy, attól függ, hogy akarjuk megszólítani. Szóval ez a hölgy éppen egy tálcán hoz egy kancsó italt, nem tudom, vizet, vagy valamilyen üdítőt, és egy pár műanyag porrat is hoz. Úgy látszik, ő még nem hallott a környezetszennyezésről. Otthon vannak, miért nem hoz üvegpoharat, kérdem én. Aztán látunk két gyereket, akik éppen tollaslabdáznak, vagy tollasoznak. Itt van a tollaslabda, és itt vannak az ütők hozzá. Egy érdekes dolog, ugye vannak, magyarul nagyon sok igét tudunk csinálni főnevekből. Ez tipikus a sportoknál és a hangszereknél, mint például tollas vagy tollas labda, és akkor abból jön, hogy tollasozik, tollas labdázik. Foci, focizik. Ugyanígy például kézilabda, kézilabdázik, röplabda, röplabdázik. Ugyanígy a hangszerekkel lehet gitár, gitározik, zongora, zongorázik. Mi nem azt mondjuk, hogy play the piano, mi azt mondjuk zongorázik, ugye? Aztán, és ezt sok esetben más főnevekkel is meg lehet csinálni, internet, internetezik, szörfözik, például ilyen dolgok. Igen. Na jó, aztán menjünk tovább. Itt látunk egy fa asztalt, egy hosszú fa asztalt, padokat, ezt így szoktam mondani, padokat. Inkább a padon ülsz, de igen, itt sajnos nem vagyok biztos a terminológiában. Szóval fa asztalok, és a két gyerek várja az ételeket. Itt már jól látom, a hamburgerek rajta vannak a tárcán, és az anyuka boldogan hozza ezt neki. A gyerek fog egy műanyag poharat, ő valószínűleg őt sem érdekli a környezetünk védelme, és egy felvágott pitét is látunk itt, vagy amiben már belevágtak, jobban mondva. Ez meg nem mondom micsoda, igazából ami sárga cucc, én ezt nem tudom, hogy ez mi lehet. A lányon egyébként rózsaszín, ez rózsaszín akar lenni, rózsaszín pöttyös ruha van. Az anyukám pedig például lila szoknya és egy felső, vagy egy blúz. Sajnos nem értek annyira a ruhákhoz. A fiú meg egy piros póló, ezen a fiú meg egy sárga póló. Ez a fiú barna hajú, ez a fiú pedig szőke hajú, a kislány meg valószínűleg vörös lehet. És amit még fontos, itt ugyancsak egy tálcán láthatunk egy félbevágott görögdinnyét. Ezt hívjuk görögdinnyének amúgy, a watermelon. Ugye van a sárga dinnye, amit angolul nem is melonnak hívnak, hanem kentelópnak neveznek, ugye. És akkor itt vannak már felvágott darabok, ami úgy tűnik, hogy le fognak esni, mert a gyerek ügyetlenkedik, és hát igen, nem megy ez neki. És amit még el lehet mondani erről a képről, itt ezeket a kis egyszerű képeket, ez itt egy kalap, ez itt egy banán, ez egy ecset, festő ecset, ugye, ez itt egy kék madár, sárgarépa, cipő, itt van egy pizzaszelet, egy biciklikerék, ez egy gomba, de szerintem inkább ez egy gomba szelet, fogkefe, zászló és egy kesztyű. Ha nagyon pontos akarok lenni, akkor ez egy két ujjas kesztyű.
azt hiszem így hívjuk. Nagyon jó. Köszönöm a figyelmet, legyen szép nap.